Sziasztok, most pedig folytatjuk az EFLS-t, vagyis Episode from Los Santos nevű Diom csomagot Left World Book-tól. Ő csinálta? Hát nem voltál valami lelkes, be kell vallani. Bocsánat, még bele kell, hogy Janni. Még bele De kell, hogy Janni. Bele kell még ebbe... Ez a leírás majd földobja a hangulatodat. Na, bele hogy... kell még ebbe jönni, és akkor már jobban van benni. Szia Flex, akkor nézzük a leírását ennek. Szia. Titok. Tűtá. Titok. Na nézzük. Nikót felhívja Tommy, aki meg kéri, hogy találkozzanak, de a találka egy másik találkába tarkol. Mikor a követ és Johanni a ballassal épp üzletel. Majd addig leskelődött Niko, még lebukott, de a gróf megmentett minket. Furcsa módon így adósok vagyunk. Ezzel a furcsa olyan módszerrel. Tehát akkor ezt nem csináltuk még a videóban, ugye? Ugye? Jaj, ez volt az, hogy furcsa mód. Hogy nem, arra nem mondta azt, hogy módon. Na látod, hogy eszembe jutott, ahogy elkezdtünk gyomozni? Egy kis fogyaték kellett csak, hogy beugorjon. Tehát akkor ezt még megcsináltuk videóban, nem? Vagy nem? Ezt? Igen. Ezt nem. Akkor jó. Majd én... a sweet keresét csináltuk csak meg. De én egyáltalán nem emlékszem már ezekre, hogy most mit csináltunk, meg mit nem, mert ezekből lehetetlenség listát vezetni, vagy bármi hasonló. Hát az elfősöt azt megcsináltuk, ameddig csak lehetett, de az elfősöt ráadásul két részre bomlott, mert egyszer elindult Deidara irányába, és elindult Left World Book irányába is, és itt szakadt meg a kettőnek ja, a kollekciója. Öcsém, micsoda lore, bazd meg, hát beszarok. Nagyon. Ez egy rendes izé. Storyline. Ilyen EFL-es háború, hogy ki az a kanon történet. Ki lesz a jobb. Titok. Hú, és a Grove Street-et zölddel írta, láttad? Láttam. Ez azt jelenti, hogy jó. Niko, te vagy az? Niko, igen. Tomi mondja. Igen, mindegy. Azonnal gyere a régi bazisra. Nincs kérdés, mert nincs időnk. Menj a régi bázisra. Menj már innen. Még egy picit felvette a telefont, hogy ezt is meghallgathassa, hogy oda kell mennie. És a régi bázis az nem a... kedvenc krib. Craig Barlang vagy a krib? Szerintem a krib lesz az. Mindjárt kiderül. Hoppá. Piruett. Hoppá. Ez nem lesz jó. Ups. Ez erős kezdés, én azt mondom. Ilyen jó küldetéssel még eddig nem indultunk. És találtam neked majd még egy exkluzívat, egy részes széria. Egy részes... Az tetszeni fog szerintem neked majd. Időközben pedig a kommentelők, mint ahogy okosan kitalálták és kikalkulálták a dolgot, Feri elköltözött Amerikából Satu Maréba, és ott folytatja most a karrierjét. Tomi, hol vagy? Én vagyok, az Niko. Ezt te kijelentette, hogy hol vagy. Beülök ebbe a kocsiba. Ez biztos nem csapda. Puty. Ring, ring. Mondja a telefon. Niko, megtaláltad a kék kocsit? Mondja Tomi. Niko mondja, igen, meg. Tomi mondja, oké, gyere a házamhoz, ott mindent meg beszélünk. Van egy megbis. Ott mindent meg beszélünk. Ezt így kellett volna mondanom. Oké. Ott megálltunk. Valaminek. Mi? Ó. Oh. Azok nem... Ja! Jaj, okay, kamera. Okay. Értem. Várjál. Nem tudom irányítani most az autót, vagy most ezzel mi van? Nem a... beragadt a kamera? Nem az a tudod, gond... mint amikor régen volt az, hogy beragadt egy helyre, és igen, akkor... Igen, csak most... Ez annyi a gond, hogy... Aha! Aha! Aha. De, hogy rossz oldal... Oh.
Az évekes a rutin. Rajtunk nem fog ki ez az egyszerű megoldás. Ez a furcsa módszer. Ezzel a furcsa módszerrel visszaszereztem az irányítást, most pedig induljunk rögtön. Meg kéne. De ez nem, végül ez nem a bazis volt. Meg kéne... Aj, WD-40-nel basztatni a hangerőszabályzót ezen a potméteren. Mert mondjuk ezt jól megmondtam. Na mindegy, potméter kéne meg WD-40-ezni, mert recseg meg... Meg néha csak mono, amikor tekerem a hangerőt. Nem, jó azt szerintem. Mondjuk úgyis legtöbben biztos telefonon nézitek, nem? Akkor meg mindegy, ugye? Persze. És az is hangszóron. Hangszóron, igen. Óra közben. Na de látod, végül egyik sem a klip volt. Ezért ez egy elég nagy előrelépés, én azt mondom. Tudod, mi lenne a nagy előrelépés? Ha nem, hogyha a modoknak 99%-a nem Los Santosban lenne, az nagy előrelépés lenne szerintem. Hát de hát ez Episode from Los Santos, szóval ennek itt kell lennie. Jó, az tény, de lehetne egy Episode from San Fierro. Mert hogyha San Fierroban megyünk át, akkor tökre jó lenne csinálni egy episode-et onnan is. Mennyesik, hát most veszettük Cezárt, majdnem CJ-t mondtam. Tudod, hogy kivel fogunk most megismerkedni? Nem lőjük le a point, mert majd jaj, a leírás. Vajon kivel? Vajon kivel? Hú, Árpával? He, mit keres itt, Jonni? Tomi, várjál meg, barátom. A Jonnit azt mind a ketten tovább vitték, ugye ezt a nevet? Igen, így, hogy Jonni. Akkor azért hittem én azt, hogy ezt megcsináltuk. Tetszenek ezek a drámai szünetek. Mi a fene? A követ? Ez nem drámai szünet, ezeket csak elbaszta az időzítést. Mindenből ki kell hozni a legjobbat. Tehát ez drámai szünet, oké? Fogadjuk el annak. Kijebb, hogy lássol. Jonni és a követ, mert beszél a ballassal. Sajnálom, haver, de gondoltam jobb, ha tudsz rólad. Jaj, ne, Gabor, se tudhatott erről. Figyelmeztetni kell. Két év figyelmeztetni. Van egy olyan érzésem, hogy ezzel elkéstél. Elkéstél, ez egy spanyol kifejezés. Elkéstél. Itt a groove. De tetszik, hogy Cezárnak már megint egy ugyanolyan feladata van, hogy megmutasson nekünk valamit, ami történik a hátunk mögött. Mint pont, mint az alapjátékban. Jól vagytok? Most már igen. Menjétek be a... Mi volt? Groove-ra majd ott segítünk. Zsír. Menjétek. Mert erre akartam ott, hogy menjétek. Hát most a gettóba kell menni, akkor nem is a Grove-ba. Grove-éba. Hát az a gettó. Ahol vannak a menjétek. Hú, amúgy abban reménykedem, hogy nem rossz küldetést küldtem el neked, de én úgy láttam, hogy... Minden sem, most egy-két plusz küldetés, még nem a világ vége. Nem, azt nem szoros szerintem. Jó, téged mondjuk lehet jobban zavar, mint engem, de... Opa. Hát ez kőkemény története van ennek az egésznek azért, ez nem... Szerintem lefestem az autót, ha már itt járok. Ilyenekkel nem szórakozhatunk. Babakékről lefestjük, mert Ferinek nem tetszene, Isten nyugosztalja. Mármint Satumare... Hogy kell azt mondani egyébként? Satumare dolgoztassa. Minket mindig kijavítanak, hogy hát nem úgy kell mondani, hogy Satumare. Hát én tudom, de így viccesebben hangzik, hogy Satumare, mint hogy... Nem tudom, hogy mondják románul, szóval nem tudom. Ezt szóval Satumarénak mondják, csak belénk akart kötni, mert így. Lehet. Csinálj jobban. Esd ki jobban. Kevin elárul, ez már a maffiózó, ez meg volt. Ó, ez ennyi volt. Egy másodperc. Johnny mentése, az még F-ös. Strici vagy Zaba. Na, várjunk csak. Kevin rész. Nem, valahol a strici vagynál kellett megszakadnia a történetnek, szóval Grotz szerintem jót küldtem el. Menj a Johnson house-hoz. Johnson. 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 Sweet. Uraim, azért vagyunk itt, mert új tagot avatunk. Na hajon kit? Hogy hívnak? Nikónak szokták kívni a barátaim. Kell Vlaki, aki beavatja a bandába. Ki ez a Vlaki? Mint a Vlaki? Egy új karakter. Én beavattam a kolykot. Gekko. Akiát megölnünk. Rendben, Smoke, de esszel.
Gecko. A smoke-ot ezzel kell lejteni. Oké, Nikó, kezdjünk valami egyszerűbe például. He, ki a smoke? A neve Nikó, majd bemutatlak, de most mennünk kell. Men, az a jó, ha azt kimondod, de mennünk kell, mert akkor az ugye, hogyha... Végül is igen, mennünk kell. Igen, ez ilyen fonetikus, fonetikus módon lett feliratozva, ami szerintem tökéletes. Nem helytelen, én csak azt akartam. Igen, igen, egyetértek. Mindenben meg kell látni a jót. Ő beszélve tanulta a nyelvet. A nyelvet. Ha olyan távol kell megállni az ablaktól. Látod azt a fkte ruhás csapot? Na, az, az fog minket győzelemhez kísérni. Kövesd a fekete ruhás alakot. Azért ez nem semmi. Ilyeneket kitalálni bele, nem? Próbálok belelátni minden jót egyébként ezekből a hulladékokba, de nem tudom, miért próbálom meglátni ezt a legjobb. Ez szóval szóval volt ennél rosszabb is, de mondjuk az a szöveg az elég vicces benne. Fé, amíg nincsen krib, addig én nem panaszkodom. De hála Istennek még nagyon sok küldetése van, úgyhogy örökké egy gyomvideózni fogunk. Egész életünkben gyomvideózni fogunk. Alig várom egy nyugdíjat. Mind a 6 dollárt, amit megkeresünk majd ezzel a videóval, azt ketté oszhatjuk. Vigyázz, észre ne vegyen. Megérkeztünk. Aha, ez az a hely. Ahol kellnek a patkányok. Te menj be, én hátulról fedezlek. Hey, hey ho. Hey ho, halli ho. Öld meg bent az összes ballaszt. Vigyázz, mindjárt meg fogsz halni. Ez az kemény küldetés. Ajaj. Húha. Micsoda izgalmat. Jaj. Anyádat. Remélem, ti is izgultok, kedves nézőim. De nem lehet, hogy tényleg meghalok. Most már nem. Nem haltam volna amúgy meg. De no, nézd, milyen szép barikádot épített ide. Lovas kocsi, vagy lovas mi az fogadásokból. Lú. És a rulett asztal, hát a rulett asztal sem maradhatott. Ez egy klasszikus, szerintem az a legelső kb. Így a spanoltó objektek között azért jelenik meg ilyen often. Mi, hogy a faszba kell itt? Na! Végre. Isten faszán. Szerintem te voltál itt most a bélben. Na ez is úgy. Mi ez? Oh. De ő benne van konkrétan a... Szerintem a, az autó, ami az... Az italautomatában. Kint szokik a féreg kapd el. Mit szokik? De beleakadt. Beleakadt a smoke-ba, nem? Menj haza Grovéra. Grovra ez olyan, mint tudod, hogy mit tudom én, a bátszalókra. Nem az, hogy Grovba, hanem Grovra. Menj haza Grovra. Menj haza... Grocstetre, azt kellett volna írni. Budapestre. Grovre. Úgy kell mondani, hogy Grovra. Két de óval. Grovre az azért, mert hogy Grovére ugye. Mert az két óval írják amúgy, nem tudom miről beszél. Hát elírta, hát na. Van ilyen. Van ilyen. Nem tehet róla, hogy nem tudja. Nem, most azt fogják hinni, hogy tényleg két óval kell, amúgy nem két óval kell. De hát tényleg két óval kell. Tényleg két óval kell? Nem tudják a nézők sem. Mi tudjuk a legjobban, mi vagyunk a videósok, nekünk kell hinni. Szép volt, Nikó, tényleg olyan vagy, mint azt, ahogy mondták, profi. Ez még Nikó? Ez most a GTA 4-es Nikó akar lenni? Csak... Hát ez az F-ülső Nikó. Ez az eredeti F-ülső Nikó. Ez egy teljesen más karakter. Ne próbáld összemosni a sztorikat, ez egy teljesen külön játék. Én nem is. Eszem ágában sem volt. Csak úgy értem, nem becsülöd elég nagyra ezeket a módokat.
pedig megérdemelnek. Ez csak a személyiségemből adódik, de amúgy nagyra becsülöm őket. Úgy, ahogy a magyarokat se becsülöd nagyra. Sweet, smoke, valaki? Van valaki? Hé, te ki a faszom vagy te? Hé, te ki faszom vagy te? Bocsánat. Nem tudsz olvasni. Ja, csak te vagy az. Tommy. A nevem Nico. Nico. Jó, mindegy, most gyere velem. Tetszik, hogy nincs középen. Miért? Az mindegy, csak gyere. Nem mindegy, kedves Ryder. Ülj Ryder kocsijába, menj a barhoz. Flex bárjához? Én egyébként annak ellenére, hogy ezt végigjátszottam, nem is emlékszem rá egyáltalán. Van ez így, lehet, hogy már én is végigjátszottam, csak nem emlékszem. Hát rendőr pityuk van a nyagom. Rendőr pityuk. Ryder megint problokozol, na mindegy, kerek egyet. Két gyével. Egy kérek, vagy kerék. Menj a pálya. Udvarra. Kerék egy kis drogot. Hessin! Ajaj. Menj a pálya. Menj a pálya. Megy a pálya. Én most befeszültem, most kicsit idegesít. Igen? Az, hogy nincs még egyedül az új karakterünk benne. Majd idővel csak benne lesz. Nico, láttad ott azt a két pasast? Igen, mi van velük? A sárgkabátos anyagot árul. Csináljuk ki. A sárgkabátos, igen, az már nem működik úgy jól. Basszus ki! Hát azt nem. Szúrt minket a... Nyírt ki az arus. Jó. Vedd föl az anyagot. Izgalmas nekem eddig ez a küldetés. A rendőrség észrevett titeket. Tűtá. Most már lett egy narrátorunk is, látod? Ennek ő a Grove-ra. Arra volnék kíváncsi, hogy egyébként lesz Fordbook és Dejdar, azt szerinted egy és ugyanaz az ember, vagy... Két konkurencia. Szerintem ők ilyen nagy Dion harcosok. Vagy lehet az is, hogy egy, hogy ugye osztálytársak és összevesztek, és úgyhogy azért egymás ellen csinálták a gyomokat. És a nénikére? Be akarták bizonyítani, hogy ki a jobb. Be akarták bizonyítani, hogy ki a jobb. Aha. Biztos? Nem tudom. Nem vagy már olyan biztos benne, ugye? Kicsit furcsa hangzik. Tényleg jó vagy, majd találkozunk. Jéj. Nem erre számítottam. Kezded nem kedvelni ezeket a küldetéseket, kedves Flex? Nem erre számítottam most, hogy így elkezdtük, picit magasabbak voltak az elvárások. Szóval nem értékeled annyira ezeket a küldetéseket, úgy hallom. Tényleg nem, mert egy ócska paraszt vagyok, mert mindig minden iránt utálkozok, ugye? Szégyen! Ugye, hogy szokták mondani manapság, szégyen! Gyalázat, hallottam ezt amit... az óvodában, egyszer elmentem az óvoda mellett, és én itt hallottam, hogy szégyen! És azóta azt mondott te is. Igen. Orjárat. Ott vlogoltak az óvodában a kölykök. Az a szomorú, hogy tényleg. Mi a helyzet, srácok? Hé, várj, a leírásokat nem is olvastuk el. Ja, bazd meg. Annyira elfelejtettem, hogy nem volt idáig. Hát vagy... akkor újra kell kezdenünk azt az előző Nem, nem, még csak kettőt csináltunk meg azóta, hogy még ez elmegy. Ugye volt a Grove Street, az volt az, hogy itt Sweet keres egy olyan embert, aki rendesen ki tud képezni minket, hogy rendes banda tagok legyünk. Így Smoke-re
esett a választás. Smokre. Ja, mert Smokere esett security. Ezt magyarul kell mondani. A választás, majd picit bele kötünk a ballaszba. Illetve az előző, amit csináltunk, az volt, hogy történetünk ott folytatódik, hogy Nico a Johansson házban kereste Sweetet és Smoket, de Ryderrel futott össze, így Ryder megbízta egy feladattal Nicót. Ez egész helyes volt most. Very nice. Ezek olyan jók. Öröm csinálni. Hát ez hosszú ő, nem? Ilyen hullámos teteje van, szerintem hosszú. Hát meg őr, hát az ugye az, mert igen. Az őr. Ja, hát az igen, tényleg, őröm csinálni, ha másnak tetszik. Folytatás várható. Hát ez nem lett olyan jó. Az a baj, hogy annyi az egész küldetés, hogy egy kell, embert őr. Meg kell ölni, na puf. Hát szégyen ez volt az ember, komolyan szarházi. Őr járatozás. Sweet és a banda azt beszélték meg, hogy őr járatozni fognak Los Santosban, és a Vagost és a Ballast gatyába, leggével, ez fontos, gatyá azt gondolom, hogy valami közeli falu. Hát egy karakter. Vagy egy karakter, gatyába rázzák. Ám a banda két félre osztodott, hogy egyenletesen kapjon mind a két banda. Mi? Nikónak jutott Smoke, Ryder és egy bandatag. Míg Sweet a banda többi tagjával őr járatozott. Imádom ezeket. Jó, eddig egész. Ja, várjál, de az őrjáratózás. Megint nem tudsz olvasni. Na jó, várjál, újra kezdem, mert az egészet az első küldetéstől. Jó, akartam is mondani. Tehát kell az autó, ezt már tudjuk. Ups, ez véletlen volt. Na tehát ez a küldetés, az őrjáratózás. Mert ugye nem tudtam elolvasni erre az a szöveget most már. Hát nem tudsz olvasni ezt. Kurva életben mindig véletlen remények. Erre nem tette el. Ezzel még hozzá kell szoknom. Valaki írt a kommentbe, hogy Arszka jobban olvas, mint te. És most csak azt akarom mondani, hogy amiről nem lehet tenni, arról nem... Mindegy. Meg jobban beszél, mint te. Meg Gekko. Kenne. Mi a helyzet, srácok? Ó, pont jókor jöttél, Nico. Épp a bandával beszéltem egy dologról. Bandával. Or járatozni fogunk. Los Santosban. Írjuk a Vagost. Ryder, Smoke és Nico mennek együtt. Többiek Vlem. Lesznek. Jó, ez jó lesz. Vlem, ki az a Vlem? Én még nem találkoztam vele. Oké, Nico, ti mentek a Vagoshoz először, mi a Ballashoz? Szerinted kell majd váltani karaktereket is? Biztos. Gyerünk, indulás. Lehet, hogy az ő ötlete volt a GTA 5, ugye? Tehát a karakterválasztás része. Végül is az a GTA 5 előtt jött ki, ugye 2012-ben. Igen, tehát simán benne lehet a pakliban. Mondhatni, ez a GTA 5-nek az előzetes ez a diom. Igen, hát most nem kell adábecsülni az, mert fiatal, vagy mert el van írva egy-két szó, szerintem. Uh-huh. Ups. Jaj. Ott volt Smok. Miért? Aki kisegítőbe járt. Öld meg a Vagost. Ja, hol vannak? Ja, ott vannak. Nekem ismerős ez a küldetés, mint hogyha nem csináltuk volna meg ezt legalább 35 alkalommal másik nevek alatt. De ez más, mert más a történet. Itt más az eleje meg a vége. Meg ez jobban szagad. Mi a faszai szagad ennyire? Mi van ezzel? Na mert ez a GTA 5. A kurva életben. Ja igen, sok karakter, ugye ki között lehet váltani a szagad. Igen, új funkciókat nem bírja el a géped. Pedig elég jó a géped. Igen, szeretnétek megneveljem az FPS-t, akkor nyomjátok meg a join gombot ott alul, feliratkozás mellett.
Nekem olyan nincs egyébként, mindig mondták, hogy az ott van, és nem tudom, nekem az nincs. Lehet, hogy ki vagyok bannolva a YouTube-ról. Ez egy lehetséges opció. Arra várnak, hogy... inkább nem mondom. Hát most már kimondhatod. Hát, hogy várnak a Facebook videóra. Csak akkor kapod meg. Na, ezt mégse kellett volna kimondanod. Miért szóltál, hogy ezt akartad mondani, akkor nem mondhattam volna ki veled. Hú, nézd, még a rendőrség is segített neked most. Ez annyira szar ez a küldetés, ez valami borzalmas. Ez csak úgy szeretném hozzáfűzni, hogy egyébként rettenetesen szar. Nem csak a rendőrök basznak állandóan, hanem nem akar meghalni senki elütésre. Igen, neked nem tetszik, tehát ezt inkább mondjuk ezt. Én csak azt mondom, hogy ez az egy küldetés nem az igazi. Az előző az tökéletes volt. Tehát 10-ből 10, de ez olyan 9,5 a 10-ből, tehát... Hát igen, annyira nem. Ott vannak a vágószok a gördeszpályán. Na, ezeket most sikerült megölni, akkor lehet, hogy 9,7 a 10-ből. Nikó, meg vagy meg? Ó, bassza meg, nem. Na, előre kell kezdeni az egészet. Á, eszembe jutott ez a... Csak egy kodot adok. Menj be a spraybe, vagy mi volt? Rendben megy a spraybe, nem tudom. Rendben kapnak majd a pofájukra. Most kivel beszélünk, hogy most mi? Menj a spraybe! Nem mindegy, mert videóban úgyis látjátok mi a feladat. Biztos valami vicces volt és lemaradtunk róla, de sajnos Flex nagyon sért, úgyhogy nem tudjuk újra játszani ezt a küldetést. Hú, milyen deja vu van, nem mondtuk el ezt egyszer, tök ugyanitt és tök ugyanabban a pontban és tök ugyanaz? Nem tudom, biztos, már majd 8000 küldetést megcsináltunk. Hogy nem mondtuk volna? Már mindent elmondtuk, amit lehet a világon. Már nem lehet többet elmondani. Mindent elmondtunk, már nincs több mondat a világon. A Malkelbe. Itt vagyunk a Malkelbe. Sziasztok! Valami van a hanggal. Valami van a Mega Man hangjával. Meddig tart még ez a küldetés? Nem tudom, de már kurvára unom, bassz meg, és már bármi más csinálnék, mert bármiről beszélnék, csak ne kéne ezt a foszt csinálni. Hány ember kell be szarba megölni? Sprayből bementünk, de már füstöl ez a szar, már megint bassz meg. Faszom ki van vele. Egyszerűen nem megy ez a küldetés. Ez egy szar. Megint ugyanaz lesz. Ide bemegyek, egy három karakter, öld meg, jaj de jó. Nem is három, már négy darab a faszamat. Fé, most már 8. Nem azokat, ja de azokat is kell, kurva életbe. Ez a nem semmi, változnak a dolgok. Hát de nincs! Ez... A faszamat nem tudok írni már. Összezavarodok az agyamban. Megcsérültek a betűk az agyadban. Mi? Ki halt meg? Az anyád picsáját basszájba. A fene kecetjük előre az egész. Kurva Istenről fasz meg. Ez egy szar. Kurva Ez egy fos. Várj, most az jutott eszembe, mi van, hogyha ez, ennek sosincs vége, ennek a küldetésnek. De úgy csinálta meg, hogy végtelen generálódnak új ellenfelek, mint a őrjáratozni, mert a gonoszok sose állnak, meg mindig vannak új gonoszok, és ezért kell. Rendőrök se... Azért neki. Rendőrök se alszanak. Azért hatott neki megcsinálni, mert izé, nem? Annyi ellenfelet tett le. Egy évet lehet neki megcsinálni. Ja, között van egy év, mi? Na végre ez az, ami 2013-as, ugye? Ez már egy évvel később, nem? Hát nem lehet véletlen, hogyha... Ugye? Az? Én nem tudom, várjál. Azt mondja, hogy nem. Nem, sajnos. Egy perc telt el, kb. Két perc. Két perc, hogy kb. Egy perc. Úgyhogy nem, sajnos nem. Pedig mi? Hát de bazd...
Alá komolyan. Azt mondja, hogy őrjárat, nem akkor várja, mennyi? 5 óra telt el kb. Hát 5 óra munkát belevett, azért az nem semmi. Hát jó, mondjuk igen, 5 óra alatt azért jó sok ellenfeled le lehet rakni, az biztos. Hát igen. Az legalább nekünk is egy 2,5 óra autózgatás lesz. Saj, ez a küldetésen nagyon rossz. Hogy halt meg? Meg ki halt meg? Meg nem is értem, mi történt. De én se értettem, egyszerűen kipattant Smoke az a kocsi oldalából is. És vége. Tehát így még lángolt is az autó egy ponton, és akkor hogy jutottunk el idáig egyszerűen? Nem megy a fejembe. Várj, és mi lenne, ha az autó nélkül csinálod, és akkor senki nem sérül. Csak nem azt, hanem azt akartam mondani, hogy a... Ez a... Azért mondtam, lehet, hogy véletlen, mert tudod, vannak ezek a nagyon hulladék modok, például GTA 4-hez van ilyen rendőrmod, hogy te rendőr vagy, ez a... De rendesen ilyen valódi rendőrautóval, tehát ilyen való életből modellezett rendőrautóval kell gyakorlatilag kurva unalmas küldetéseket csinálni, ahol megállítasz embereket, megbünteted őket, meg ilyen faszságok, és akkor lehet, hogy... Hát az az, amit mondtam neked is, hogy az a CMTA is tök ugyanez, valaki navos autóval ment benne, hát olyan borzasztó unalmas lehet. Na hát akkor lehet, hogy ez is ugyanaz, hogy ezeknek a küldetéseknek sosincs vége. De hát... szerintem ki tudsz szállni az autóból, csak nem szabad, hogy tönkre menjen örökre. Meg kellett volna nézni, hogy hány megabájtos ez a gyom, lehet, hogy 80 megás, itt tele van ellenfelekkel. Akkor, mint az egész San Andreas. Ja, lehet azért szaggatott az előbb, mert elfogyott a hely a vinyóban, ettől a gyomtól. Na bazd meg, ez akkora egy hulladék. Meg vagy még? Igen, meg vagyunk. Itt vége? Itt már mondta, hogy meg vagyunk. Miért nincs itt vége ennek? Miért kellett még? Még tovább. Rendben, menj a spraybe. Aztán menjetek, írtsátok a balaszt, mi meg, nem tudom, a vágost. Meg a vágost. Rendben, kapnak majd a pofájukra. Jó, hát az. Menj a spraybe. Bele a spraybe, egy spray canbe, menjél bele. Szóval most megpróbálok inni, de anélkül, hogy nem fog, nem kellett volna mondanod. Nem kellett volna mondanod, most már nem fog menni. Inkább halljál szagán. Leveszem a füles, most nem nincs pénzem a mikrofonra. Tök mindegy, mert ezt látni fogod és elkezdesz röhögni, hogy forgatom a kamerát. Jaj. Hát igen. Ez föl kellett állnom egy pillanatra. Na fürdés lett belőle, vagy nem? Nem. Kifutottam a szobába gyorsan. Jaj. Isten faszán, mikor van már vége ennek a szarnak? Kurvára unom már. Nem tetszik. Csak ne ugorjanak ki, és akkor minden jó lesz. Egyszerű. Nem is értem, hogy a faszba történt. Nem, most jó lesz, most biztos jó lesz. Jaj, hú. Most egy darabig nem fogok már többet inni, mert ez problémás. Na? Ne ugorjon ki senki. Ajaj! Még most se? Ne ugorjatok ki. Oké. Már csak egy van, vagy kettő. Gyors, vidd be inkább a spraybe az autó. Hát már látott rajta, hogy már nagyon kellett neki a spray. El kellett valami, nem gyors. Mindig jó, vidd haza, ez az végre, a sracokat. Az lett volna az utolsó, bazd meg, és ott basztok el a küldetést a kurva életben. Egészet újra meg kellett csinálni azért a fosért. Jaj, végre. Szerencsé, van még 4 küldetés ezen kívül. Hála az égnek. Mit kezdenénk? Nem is tudom már, Leftwood faszom nélkül. Nagyszerű volt. Na, ez király volt, Nico, holnap találkozunk. Neki is tetszett, látod? Király volt.
Nem volt rossz, ma meg mutattuk, mi is az a Grove Street. Megyújtjál el a Grove Street. Most jól megmutatták, látod? Ez zseniális volt ez a küldetés szerintem. Oda tettünk nekik most. Rendkívül jó volt. Jaj, nekem nagyon tetszett a második próbálkozásra. Vedo angyal. A leírás, várj a leírást. Már rutinból nyitottam. Vedő angyal. Tony felhív minket váratlanul, hogy nagy probléma lépett az életbe. Lépett életbe, így oda sietünk a klubjához, és mondja, hogy pár hete folyton egy banda meg támadja őt és a klubját. Így egyértelmű, hogy nekünk kell cselekednünk. Vajra. Jaj, nem, mi vagyunk a vedő angyal. Fedő angyal. Vedő angyal. Hogy? Nikó, te vagy az? Mission Design by Találka. Igen, ki az, ki beszél? Ah, Tony vagyok. Tudod, akinek van a klubja. Olvasd már feliratot egy pillanat. Jaj, várj. Ja, ha mert hívtál fel, valami gond van. Hát végül is, így is fogalmazhatunk. Mondja, mi a baj. Hirtelen magázódni kezdtek, ugye? Az ráér, most siess, a klubba szükség van rád. Menj a klubhoz. Aja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 j
de nem. Nem az, ami... Add ide. Kurva anyja picsáját. Miért írt oda, hogy Mission Designben találka, hogyha nem találkának hívják? Ez miért? Hát... Lehet, hogy mást akart, nem tudom. Átkeresztelték azt ugye időközben, az lehet. Találka. Kovács találka. Jaj. Jó, nekem ez nekem tetszik egyelőre. Nem panaszkodhatunk, szerintem. Ez hiányzott a mennybe, menj ki, az hiányzott mondjuk az egészben. Ki lehet menni, az a kedvencem továbbra is. Menj a VIP-esébe. Ja igen, lehet kimenni. Amikor ugye a házakat vetted, 5 millió dollárért vettél egy gyurtát, ki lehet menni. Lehet innen takarodni. Vagy lehet kimenni, bocsánat, amíg azt mondtam. Hova kell mennem? A VIP helyiségbe. Ez lenne az? Itt van. Na Tony, mi a helyzet? Ó, itt van, smok. Borzasztó, amik történtek itt hétről hétre. Miért, mi a baj? Már pár hete... Mi? Már pár hete pár gazember... Pár gazember megtámadja a valamit. Na, én mentem... Na, én elintézem őket. Holvnak, olyan ilyesmi. Holvnak. Kb. 5 perc is jönnek. Nehéz. Készüljünk fel. Most nem tudom, nem vagyok feladva, nem megy. Nem könnyű ezt elolvasni, aki emiatt negatív kommentet ír, annak a kurva anyját, na. Jönnek. Milyen jó barikádunk van megint. Na. Öld meg a támadókat. Na erre emlékszem, na ez viszont egy nagyon szar küldetés volt. Ez lehet, hogy... Na most abba kéne hagyni inkább. Még most? Na, ez igen, ha jót akarsz magadni. Mit csinál? Oh. Meg kell őket védenem akkor gyakorlatilag? Nem tudom, azt hiszem igen. Én azt csináltam, meghalnak, hogy... a Commission Field valószínűleg. Én azt csináltam, hogy felmentem a tetőre, mert rács voltam, és akkor onnan lelőttem őket. Nem hülyeség. Oké. Okay. Barátunkat elbaszták. Ó, ott van még egy. Meg az újabb támadókat. Jaj, de jó ez a küldetés.
Újabb az is két névre. Jaj. És ez azt hiszem sokáig is tartott ráadásul, csak hogy... Ó. Véletlen se legyen hiány ezekből. De aztán lehet, hogy egy barikádat. Nem lehet, nem kell senki csak megvédeni bennem úgy, mert igazából már minden fölrobban. Meg mindenki meghalt. Hello? 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 Ő a fő boss. Nagyon köszönöm a segítséget, Nico. Jaj. Nem tesz semmit. Ja, itt a kedvenced. Fú, utálom ezt a kifejezést. Fúj. Zsír. Tudod, egy nappal vagy kettővel ezelőtt még azt kérdeztem, hogy mi miért hagytuk abba a gyomozást. Most azt kérdezem, hogy mi miért kezdtük el ezt újra. Valahogy éreztem, hogy ez lesz hirtelen átmenet. Nagyon, a következő videó 6 év múlva fog érkezni. Fekete piac. Nézzük. Hát a leírás. Igaz. Nico épp a bandával beszélt, utána rá egy perc... Ja nem, egy-két... utána rá egy-két perccel felhívt... egy-két perccel felhívt őt Gábor. Gábor, az kicsoda? Kinek épp Nico segítsége kellett, Nico oda siet, és megkapjuk meg a megbízást. Jaj, ezt olyan rossz olvasni. Az a nagy kérdés, ki az a Gábor? Na, srácok, mondom, ez király lenne. Bocs, skacok, de mennem kell, hello. Na, oh, yeah. Ez hamar elköszön, gyors. Gyors elköszön, mert mennie kell. Hamarvást. Cső, Nico, itt Gábor. De lehet, hogy most még Gábor is átkeresztelték később. Gábor, te vagy? Ó, már beszélni akartam veled. Hallottam már a Ihonni is ügyről, de most... Jóni is. Ne. Ez még új, ez. Nem. Jani! Először azt hiszem, hogy az lesz, hogy Jani is valamit csinál. És lófaszt a seggedbe! Jani is ügy! Hogy csak faszba? Hát mert azt úgy kell, ugye? Mert ugye az Y az mással hangzó, tehát... De mivel úgy mondjuk, hogy I, ezért kell oda, hogy is. Mint a... Jaj, nem is tudom. Inkább. Nagyon jó példa volt, igen. Nézzük meg még egyszer. Hát egybe kell kimondani, és akkor ugye Ihoni is. Ez nem hiba, ez csak egyedi. Mindről, de most ma sert hívlak. Nem elég... Ez annyira tetszik, hogy nem elég, hogy Ihonni, hanem még ráadásul, hogy Ihonni is! Ihonni is! Tehát, hogy nem elég, hogy már alapból el van maszva a neve, de még egy ist is oda teszünk utána. Jaj, most azon a ponton, hogy nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek. Ihonni is! Jaj, nem hiszem el. Ihonni szóval. Is! Jaj. Már fáj a torkom. Oh, Istenem. Én most szomorú vagyok. Nem hiszem ezt, ilyen nincs.
vajon a Jani is ott lesz a Göld ezt a pályán? Nyelvújítok, esküszöm. Ja, én úgy örülnék, hogyha ilyen lenne a magyar nyelv. Szerintem meghalnánk minden nap a röhögéstől, hogy ilyen hivatalos szöveget olvasva is tele van ilyen fasságokkal. Jani is. Jani is. Ügyek. Na itt vagyok, Gabor, mi kéne? Az van, hogy más fegyverkereskedő érkezett a fekete piacra. A jó kurva. És anyja. Azt kérném, iktasd ki, nagyon megjutalmaználak. Végül is kell a pénz. És a fekete 8-asra szeretném tenni a pénz. Remek, bármelyik fegyveremet elviheted indulás. Menj a piacra. Vegyél paprikát, meg krumplit, meg paradicsomot a piacon. Magyarosított mod. Jaj, az olyan rossz. Ezt nehezen hiszem el. Melyik piacra? Ott egy piac van? Na, csak viccelek. Ne próbáld meg kérdőjelezni. Hú, ez most egy kicsit furcsa volt, viszont nem hallotta senki. Inkább nem mondom. Ne próbáld meg kérdőjelezni? Nem. Ezt a Jani is ugye nem próbálom megkérdőjelezni. Azt akartam mondani, hogy ne próbáld meg megkérdőjelezni, és ahelyett azt mondani, ne próbáld meg kérdőjelezni, és igen, egyből van a kettő. Igen, tudom, azt mondtam én is. Beszélj az árussal. Ez ragályos szerintem. Ez nem lehet egyedi eset. Ez de jó az a piac. Kosárlabdapályán. Figyelj, nem rulett a szó. Na nézd meg, még is csak paprikát, meg paradicsomot kell venni. Hello, te vagy a fegyverész? Fegyverész. Van ilyen kifejezés? Igen, én vagyok, mit akarsz? Most már van. Ismered Gabort? Azt a lúzert, ha szinte mindenki. Mi? Ha szinte mindenki. Micsoda? Csak mert jöttem átadni üdvözletet. Valakinek az üdvözletet. Csak mert jöttem átadni üdvözletet. Oké. Fáj. A torkom, a törzsök rögéstől. Szokik a rohadék, kapd el. Azt nagyon szereti a kapdot B-vel írni. Meg a lobdot. Ja igen, ez is. A faszemet. Meg fog szökni az arus. Meg fog szokni el, azt. Ja, igen. Hello Gabor, feladat teljesítve. Teljesítve? Jével, sima jével. Teljesítve! Teljesítve. Értem, mert elment a piacra, ezt nem vett tejet. Gondolom vele, hogy lenne egy ilyen magyarítás ez a játékod, és az lenne vele, hogy teljesítve jével. Teljesítve. Jaj, de jó lenne. A tehén teljesítve. Remélem, hogy Deidre vagy ki az Isten, ez fog csinálni egy magyarítást is ez a játékhoz. Van egy jó hírem egyébként, elmúlt a pattogás, mert nincsen pattogás, ugye megcsináltam. Na, az tényleg jó. Ennyit kell átállítani. Sweet... Jaj, ne, ezt már csináltam. Sweet keresé. De most... Csá, Nikó, lenne egy keresem. Kereseim. Igen, mi lenne az? Vattál egy kaki! Ujjj, hajtad rá! És még megleckőztetnéd őket, hogy a Grove nem átjáróház. Oké, és mit megteszem, amit tudok az ügy érdekébe. De nem olvastuk a leírását. De meg hogy ezt már láttuk korábban, és miért rögtünk ennyire? Na mindegy. De ez a kép, ez milyen jó. Ez új kép, igen. Nikót felhívja Sweet, hogy lenne egy keresé. Sokan kiléptek a Grove-ból, és Sweet meg akarja mutatni, hogy a Grove nem átjáróház. Majd ledaráltuk. Ledaráltuk, gondolom ez egy francia kifejezés.
őket. Elmegyünk picit Balast és Vagost ölni. Jaj, Balast és Vagost ölni, nagyon szeret ez a kedves fiatal ember, aki ezt a módot készítette. Menjünk is tovább. Ez még új. Keresé, sweet keresé. Ez annyira jó. Hogyha el is csinálna egy módot, az ennő, hogy sweet keresé. Én tudom. Sweet keresé. Menj be és fegyverkezz fel. Menj az első házhoz. Na, jó a torkom, nem tudok röhögni, amúgy nem tudom. Szóval, ja, ezt már megcsináltam, de már nem emlékszem, pedig vagy három napig csináltam. Mi van ebbe? Nem, én sem emlékszem egyáltalán. Hihetetlen, hogy mennyire. Vagy kihagy az agyam, vagy tökre jó, hogy ennyire szelektív tud lenni, mert így nem rakom tele ezzel a szarral, és így egész jó. Meg így tudok normálisan élni emberi körülmények között, hogyha nem gondolkozom állandóan gyomküldetésekről, meg így való életbe is át. Teszem ezeket a dolgokat. Na várjál? Ez nagy trauma egyébként. Jaj, nem ez az, amikor még a házakhoz kell menni. Ezt meg nem csinálom meg még egyszer szerintem. Csak így tudod, az, amikor házról házra kell menni, és akkor ki kell... Baszom! Szóval így házról házra kell menni, és akkor tudod, meg kell nézni, hogy ott vannak hátul az emberek, akik ki kell nyírni. Nem csinálom ezt meg még egyszer, mert megcsináltam három napja, bassza meg. Nem tetszett. Három napja megcsináltam, bassza meg. Na, következő. Hát de lehet, hogy a nézők sem emlékeznek már látom. Megnézik akkor újra. Ez a legjobb küldetés, sweet keresé. Jó, de hát a címe a legjobb része, és most már elolvastuk, úgyhogy mehetünk tovább. Az összesen így kell csinálni, az az igazság. Sweet keresé. Sweet keresé. Az új motor. Az új motor. Ez jó lesz. Csaniko, ugorj majd be hozzám, ha tudsz. Jaj, ez helyes volt, hihetetlen. Oksa, Gabor, indulok. Gabor felhívta Nikót, hogy ugorjon be hozzá, és úgyse volt más dolga, pénz jól jön, szóval... Mi? És úgyse volt más dolga, pénz jól jön, szóval miért is ne? Na, Gabornak... Igen, most már tényleg Gabor. Gabornak az az ötlete támadt, és ott vagy támadt. Tehát simán írhatom volna, hogy Gábor, de nem, most már Gabor. Gabornak az az ötlete... Szerintem, tudod, micsoda? Tudod, mi van ezzel, hogy ugye... Telóról írta. Csinál, nem, hát ott van, hogy támadt, meg ilyesmi. Nem, az van, hogy... Ő már ugye megcsinált egy csomó részt, amiben benne van Gabor, és szerintem elfelejtette, hogy ő Gábor, nem pedig Gabor. És így nézte a modot. Játékban úgy volt. Igen, mert úgy kell írni, hogy Gabor, és akkor már így belerögzült a fejébe, hogy akkor Gabor, igen, Gabor. Lehet, hogy már csoportál, bement óvodába, másnap csoportársát úgy szólította, hogy Gabor, nem pedig hogy Gábor. Most gondolj bele. Vagy lehet, hogy ő is ugye gondolt arra, hogy a nézők meg a játékosok nem értenék azt, hogy most akkor Gábor vagy Gabor, vagy hogy most kicsoda, és összekevernék a karaktereket. Na, ez se hülyeség, igen, ennek is van alapja szerintem. Ki gondolt ezekre? Na, Gabornak... Ő foglalkozott ezekkel. Gabornak az az ötlete támad, hogy járművekkel is kereskedni kéne, és Nikónak ebben segítenie kell. Oksa, Gábor, indulok. Gabor, fuck. Na látod, már én is összezavarom. Na hát. Sigátor! Menj a sigátorhoz. Na, itt volt, jó van. Menjünk a sigátorhoz, na kedvenc küldetésed. Na, féltem, hogy ki fog maradni ebből a csomagból. Sigátor. Remélem ez a sigátor, ez San Fierroban van. De hogy írtál a sigátor? Sigátor. Hát olyan messze van a KG, de nem lehet, négy gondolva. Ez direkt volt. Sigátor. Ez direkt így írt, hogy sigátor. Szerintem ezt ő így is mondja. Lehet, sigátor. Mennyi higgyágy vagy. K-G, ugye? Kovács Gabor. Menj le, beszélj Gaborral. Poing. Na nyertem akkor a fekete 8-assal, vagy mi van? Most kiderül, jaj. Na Gabor, itt vagyok, mi kéne? Módkor a fekete piacon felkeltetted sok ember figyelmét rám. Ram.
Van, igen. És párban, és páran mondták, hogy ha tudnék, szerezzek járműveket. Szóval egy NRG 500-ra gondoltam. Munkára fel. Mi a fasz? Ez a szeles volt. Hát csak, hogy rögtön így feladatot ad nekünk, így meg se beszéltük, hogy ezt elvállaljuk, vagy ilyesmi. Új, be gaborkocsi abba. De ez nem gaborkocsi. Az nem baj. De ez baj. De oda menjünk gaborkocsihoz ezzel. Ja, értem. Amúgy, de most itt viccen kívül jobb, hogyha a gobort hátra hagyod, én szerintem. Oké. Okay. Úgyhogy inkább cserébe el is basztod. Ezt megbeszéltük. így jó szerintem, csak majd hogy fusson utánad és elbassza egy autó és mission fail legyen a közepénél. Szerintem be van oda akadva. Falnak fut szerintem. Hát nagyon remélem. Vagy lehet, hogy meg sem mozdul. Jaj, de egy darab vagy. Ki az Isten vagy te? Left Wood valami. Mindig rémlik. Viszont a Better Life-val én sem játszottam arra, mert kíváncsi vagyok. Jaj. Ez még új élmény. Soha, majd driftelek itt össze-vissza. Ez akkor már egyben GTA és Need for Speed módnak is adatható lenne. Hú, tényleg nincs ilyen másik játék mód szerinted? Jaj, ne! Úristen, erre a küldetésre emlékszem. Na ezt, ha ezt meg fogod tudni csinálni, akkor emelem kalapom. Menj fel a tetőre. Ekkora hulladék. Ott is van energia 500-as, azon a szinten is volt. Nem, egy, tehát egyet kell, tehát lopjál egy energia 500-ast, ami ugye a energia 500, ja, az. Tehát... És a legjobb része majd az út lesz. Tudod, hogy én e fölött a küldetés fölött hány órát ültem? 4. Hát, szerintem alsó hangon, igen. Komoly? De miért próbáltad ilyen sokáig? Kíváncsi voltam a végre, hát mondom olyan... Hát van gaborunk, hát mégiscsak... Férfi. He! Tűnj el a motoromtól! Mert hogyha ideig megcsináltam, akkor már legyen befejezve, nem? És ha nem... Fafej. Itt biztos mellette ült az anyagban. Minden motort el kell lopni? Nem, egyet is nem tervezett. És ez... A leggyarázatosabb az egész kurva küldetésnek. Ne basz. Tudod mi a legjobb? Hogyha egyszer leesel, akkor újra kell kezdeni az egész küldetést. Nem lehet visszaszállni a motorra. Tehát akkor ez nem is rajtam múlik gyakorlatilag. Nem. És muszáj rajta maradni a motoron, mert ha valamiért, hogyha leesel, akkor nem, hogy, tehát nem lehet, nem csinálj semmit a visszaszállásra, és kötelező a motoron ülni. De innentől már szerintem meg lesz. Tehát én a kijutásra voltam a legnagyobb bajba onnan. Tehát onnan elbasztad, vagy 40-szer minimum, ahogy bementetek? Aha, beakadt a falba. Akkor én most igen, vagy igen. Kurvára szerencsés voltam, vagy az, hogy te nem a... Nem fel volt neked rakva a Silent Patch? Fel, minden fel volt téve. Akkor nem tudom, furcsa. Kurva nagy mázid van, de hogyha itt egyszer le fogsz esni a motorról, és velem ez előfordult, hogy beleütköztem egy autóba, és kecettem előről, és ez még 60 próbálkozás volt. Oké. Okay. Akkor igen, akkor jó vagy. Meglátjuk. Mondjuk nem rajtam múlik, de... Én nem tudom, hogy most nem vagyok izgatott egyáltalán, lehet, hogy azért megy jól, igazából. A gép nem érzékeli, hogy most izgulok, hogy sikerül-e vagy sem, mert igazából leszarom, de... Én már a végén azzal próbálkoztam, hogy ülök a motoron, beütöttem a jetpack kódot, hogy hát ha azzal tudom kicsit korrigálni. És sikerült valamennyire, vagy egyáltalán nem. Nem nagyon. Egy picit úgy éreztem, mintha, de szerintem de az csak kurva, de ez egy kurva jó ötlet. Ez tetszik. Jetpack-kel. Már annyi ideje ültem fölött, nem akartam feladni. Úgy tetszik, hogy lelövöm a sofőrt és még mögötte is ül továbbra is a... Az utas. Hú, jó. Egyelőre jó. Ne, ez nem... Ne! Ne! Ne, le ne es! Ne! Sikerült? Szép munka van, Nikko! Nem hiszem el! Majd találkozunk! Elsőre! Bazd meg! Te 4 órát elbasztál ezzel! Bazd meg, én meg itt ültem, hogy 4 órát! A kurva jetpack-kel korrigáltam órákon át, hogy hátha, és neked meg elsőre! Kurva anyját ennek az egész! Kurva dejdara vagy, hírfaszom ezt, bazd meg!
És a vége meg kiderült, hogy ezzel az egy mondatért ültem ott 4 órát. Hogy majd találkozunk. De akkor most tudod, miért fognak itt ülni a többiek legalább egy napot? Na. Mert majd találkozunk. Sziasztok. Sziasztok.